Drága doktor úr, nézze meg ezt a lázmérőt, 35,8. Hát ez csak nem hőmérséklet. Megjöttek? Ezeknek nincs is bútoruk. Majd lesz nekik bútoruk is, meg lakásuk is. Csak eltartási szerződést kell kötni egy szegény beteg öregasszonnyal, akinek már nem sok van hátra. Gyereknek fedél kell. És az öregasszony? Hidd el, hogy nem csapjuk be. Mire megszületik a kicsi, úgy megszeret bennünket. Ő lesz a legboldogabb. Hallom, szerencsés csillag alatt születtél. Lakás, bútor, mi kell még? A Mici nénit nem tudják felébreszteni. Úgy alszik, mintha megmérgezték volna. Amikor olvastam az újságban az apró hirdetést, eszembe jutott, hogy mennyit is kocsikáztattam annak idején a művésznek. Engem? A Glegény? Összvegy, már 20 év, egyedül. Ó, ilyen derék ember. Ráérek. Délelőtt legjobb, ha feljön értem. És hogyha a házban érdeklődnek, mondja azt, hogy maga orvos. Mondd, Micikém, aludtál te már szénabogjában? Ez az? Hol a művésznő? Nincs itthon. Az orvos azt mondta, hogy alig várják, hogy elpusztuljon. Halló? Rendőrség? Szent Isten, 7 óra. A gyerekek oda lesznek. Azt mondtam, hogy az STK-ba megyek.